Köszöntöm mai vendégeinket, Adamik Zoltánt, a Kars vezetőedzőt és tanítványát német Mátyás. Köszönöm, hogy eljutottak hozzánk. Remek évet futottál, úgymond ugrottál. Minek köszönhető ez? alapvetően én az edzést mondanám, inkább bár ez eddig is megvolt, volt, szóval különösebben nem tudom, hogy miért pont ez az év volt, ami így sikerült, de ugyanúgy edzettem, mint eddig, vagy talán még kicsit jobban is, és valószínűleg ennek Köszönöm, az te. mindenképpen meglepetés volt, hogy versenő versenő hozta ezt a bizonyos nagyon jó eredményt. Sokan azt mondták majd, hogy nem létezik, hogy valaki ilyen sokáig tartja a formáját. Mm, igazából nagyon nem. görcsöltem ezen sose, hogy most az előző versenyen jobbat vagy rosszabbat ugrok-e. Igazából így sikerült tényleg mindenhol sikerült jól teljesíteni, és az egyéni közel, majdnem minden versenyen fontos verseny az évben, úgyhogy ennek nagyon örülök. Ez még téged is meglepett ez a bizonyos? Hosszú jó teljesítmény. Így van, mert azért ez ritka, hogy hát, a így gyakorlatilag két hónapon keresztül, ami azért nagyon ritka, ebből én arra következtetek inkább, hogy ebben volt egy nagyobb is, ugye egy ilyen magas átlagból szokott kiugrani egy eredmény, fölőre és alúra is, hát alúra volt, de fölülre is szokott kiugrani egy eredmény. Én szerintem pont a vébés belőpett ugrása volt az, ami esetleg az a 8 mm, hogyha nincs ott, akkor pont az az, de az nagyon biztató, hogy a, a Matyi tényleg magas szinten tudott hozni egy magas formát. Beszéltünk a vb ről előbbiekben, régebben, és akkor azt mondtuk, hogy neked ez mindenképpen nagy-nagy tanulság, hogy hogyan is kell szerepelni ilyen légkörben. Hát igazából nagyon-nagyon mély vízbe dobtak be, hiszen hazai pályán kellett szerepelned. Mennyire nyomott ez téged? Hmm, hát gondolkoztam rajta, nyilván benne volt a fejembe, nekem is, hogy mennyien fognak nézni, meg hogy nekem is mennyi személyes családtagom volt kint, akik korábban nem, nem jöttek ki a versenyeimre. Meg nyilván beszéltem többiekkel is, akik már versenyeztek, mondták ők is, hogy a hangulat jó, de azért érezték ők is a nyomást nyilván valamennyire, de nekem verseny közben egyáltalán nem semmilyen negatív dolgot nem jelentett. Soki. Ki tudod kapcsolni teljesen? Hát ott kikapcsolni nem nagyon lehetett, mert tényleg nem hangos, meg biztató volt a közönség, de én tudtam élni ezt a légköltig. Mi az igazi erőssége ennek a fiatalembernek? A vágtáj, a lézfogásra, a rugaszkodás, mit lehet mondani? Hát igazából, hogy kicsit visszakanyarodhatunk a felkészülésre, ugye ez az év azért már a hosszú ugrásokról szól, tehát ennyi volt azért a változás, mert a Matyja eddig is tényleg nagyon szépen dolgozott. És ami ami nagyon pozitív változás volt, hogy a sebessége jelentősen javult egy, az erőfejlesztés megemelésének a következményeképpen. Ez önmagában csak egy dolog, de az, hogy ez bele is tudja vinni az ugrásba, az már szakmailag egy komoly teljesítmény a Matyi részéről. Egy alaptechnikával ugrunk, tehát nem bonyolítjuk olyan a dolgot. A távolugrás nem is egy bonyolult versenyszám, nekik ezt alapban azt el kell ugrani. Jó, ez most valószínűleg az edzőkorák mosolyognak. Igazából az a lényeg, hogy azért azt a sebességet, amire ő képes, azt találja meg futás végén, és tudja átvinni az ugrásban, ez a nehéz. a viszont ez ösztönösen nagyon jól megy, és hát erre építkezünk a jövőben is. Nem csak ösztönösen, hiszen ő több számban is elindul sokszor, most már kezdje ezeket leépíteni. Hát próbálkoztunk, igen, tehát ugye már jókat mosolyogtunk a végén, amikor a csapatbajnokságon azért egy 200 méterre is odaállt, akkor ott fogadásokat kötöttünk, hogy mit fog kutni, mert Matyiron van bármit kinézünk, tehát hogy bármit teljesít, de volt olyan, hogy három próbában még diszkoszt is dobott, amit tehát nem gyakoroltuk nagyon, mert előtte két nappal azért kipróbáltuk, csak pont feküdtek neki a versenyszámok, azért indultunk ebben a díjátadó gálán a kitörés, úgymond az üstökösöket külön szokták elméteni, Most ebben a kategóriában volt a legjobbak között. Um, igen, én tulajdonképpen nem, számítottam erre, de nagyon jól esett az elismerés, meg hogy a Magyar Atlétika Szövetségnél sokan így látták. Igen, tulajdonképpen engem meglepetésként ért teljesen. Ebben mér. az évben sok ilyen sikerélményben volt részed, ez gondolom csak-csak azért dopingol és bizonyos határokat feszeget. Igen, hát nekem az 23 ebbi óta tulajdonképpen nagyon sok minden, már szinte felfoghatatlan, főleg a BB, meg az, az ott elér szereplésem, és hogy még megpróbálom feldolgozni őket, de nyilván nagyon jó élmény volt mindegyik. Nagyon közel van Párizs. Nézzük a centimétereket, még nézzük a hónapokat. Hát igen, nyilván ezután, az év után már ugyan nagyon alacsonyra nem akartuk tenni a mércét, és hát van egy mondás, hogy aki nem célozza meg a hegy hegycsúcsot, az a hegy derekáig sem fog eljutni. Tehát mi nagyon merészen megpróbáljuk megcélozni a, a párizsi szereplést, és én mindig zárójelben hozzáteszem nem csak az hogy szerepeljünk ott, hanem akkor ott már jó szerepeljünk, ha már ott vagyunk és egy csomó dologban azért átalakítottuk a Matyi fölkészülését, ugye úgy alakult az élet, hogy több időt is tud, tehát többet tudunk edzeni darabszámra is, edzőtáborokba tudunk eljárni, tehát mennyiségben és azt remélem minőségben is egy jelentős változtatást csinálunk. Azért a sport az nem olyan, hogy ez ilyen, ugyanilyen arányban majd fognak növekedni az eredmények, tehát jól el kell találni a munkát, talán eddig jól sikerült Matyival ezt összerakni és én nem tartom elképzelhetetlennek, hogy ő ebbe az út Párizsig vonaton föl fog ülni a, a, a kiutazó csapatba, hiszen jelenleg már nyilvános, az a, a road Párizs az a neve egyébként, a világatlétikának a, a rangsora, amiben most azért pont bent vagyunk együtt Palkovics Pistivel, a másik karcos atlétával, azt tudni kell, hogy azért ez még nagyon az eleje, ugye július óta vezetik ezt a listát, és nyilván ez Matyinak az úszármas eb meg a VB szereplése a nagymértékben hozzájárult. De azért azt mi tudjuk, hogy azért ez nem lesz olyan egyszerű. Jelen pillanatban épp, hogy mind a két legényünk, tehát önökik azért egy parád és évet kell produkálni, hogy kiussanak. Ez kell egy nagyon-nagyon jó beosztott versenynaptár. Hogy álltok ezzel? Hát, akkor hogy az, hogy a kém, mert igazából a Magyar Atletikai Szövetségnek fönn van már a tervezett versenynaptárja, tehát a magyar bajnokságok időpontjait tudjuk, tehát ezek fix pontok, mert azért el kell indulni, viszont ahhoz, hogy ebbe a párizsi szereplésben jól álljunk, az olyan versenyeket kell találni, és ez már a menedzser dolga, ahol fontos pontokat, világranglista pontokat szereznek a versenyzők, Nyilván egyszerűbb lenne a szintet megugrani, mint 8-28. Tehát azért, 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 hát igen, akkor lenne mindenki nyugodt megugorja, aztán készülünk nyugodtan, de itt nagyobb valószínűséggel a pontok alapján fogunk vagy tudunk kijutni. És így a, hát, amilyen versenyre a menedzser be tudja passzírozni a matit, ott megpróbálunk jó szerepelni. Jelen pillanatban is van már egy téli versenynaptár, de már egy hete beszéltem Babina Szoskál valamelyi menedzserével, aki egyébként volt katonás diák, tehát csak így mondom, hogy van keskeny kötődése. Hogy, hogy, már ezek is változnak, és hát próbál újakat is keresni. Én szerintem lehet, hogy az lesz, hogy egy héttel a telefonál, hogy nagy gyerekek, ide mehetünk. és akkor hát úgy kell készülnünk, hogy akkor is már jó állapotban legyen. Három száma, 779, hát most a kedvenc számot gondolom, de mi az, ami benned van? Így, hogy Zoli bácsi nem hallja. <laughs> hát jövőre nyilván a 8 méter az egyetlen terv, és szerintem bennem is van, legalábbis nagyon remélem és igazából ez, ez, az egyetlen szám, ami még így egyelőre benne van a fejemben, aztán majd meglátjuk. Mondta az erősségeidet, te miben látod a gyenge pontokat? Hát ö, talán a erőfejlesztésben mindig van hova, az, az mindig. Csak ennyi? Hát most így lenne én ennyit Jó, most meg kényvá, nem, kényvá, nem sok a munka. a szerintem. A munka, amit el kell végezni, hát. Ja. van. Sok sikert Párizsig mindenképpen. Sarkad már gyógyulóban van, úgy hallottam úgy, hogy hajrá, lehet dolgozni. Aztán van egy nagyon fiataloknak szánt verseny. Erről szóljunk egy pár szót. Hát igen, már ugye a Keskenyi Televízióban is évek óta a hagyomány, hogy a legkisebbek megvéletését, ha már a legnagyobboknál járunk, akkor most jönnek a legkisebbek. Ugye a Lánciz iskolában a Tapsi Füles Kupa terem, ott a verseny, ami a, a megyének a legnagyobb létszámot mozgató versenye. Ugye ez két napos verseny lesz egy hét múlva, hétfőn és kedden. Tehát most erre készülünk, ugye majd remélem a nagyok is be fognak segíteni. Tehát a kicsik majd látják az esetleges és példaképeket, és akkor ott megmérjük őket mindenfajta izgalmas versenyszámban. Köszönöm szépen beszélgetés, sérülésmentes, remek felkészülés kívánok. Köszönjük szépen!